Már hagyománynak számít a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnál, hogy minden év áprilisában lépcsőfutó versenyt szerveznek. Idén ez már a 17. alkalom volt. A résztvevők általában a megmérettetésen túl azért is jelentkeznek, hogy lemérjék saját fizikai állóképességüket, és kipróbálják magukat úgymond éles helyzetben is. A Szakolyi Önkormányzati Tűzoltóság csapata idén 52,45 század másodperc alatt futotta le a 9 emeletet. Kicsit nehezebb volt, mert a tavihoz képest nem acélpalacka, hanem kompozit palacka futottunk, csak kaptunk hozzá 2 darab céltömlőt, és ez nehezítette, mert kibillent az egyensúlyból. A versenyre azért jelentkeztünk, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen állóképességünk van, és hogy Szakai Tűzoltóságnak öregbítsük a hírnevét. Minden évben jelentkezünk a versenyre. Tavaly a 3. helyen végeztünk. A helyszínt idén is a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma biztosította. Az idei versenyre 11 hivatásos és önkormányzati csapat, 7 önkéntes egyesület, valamint 1 létesítményi tűzoltóság csapat jelentkezett. A hivatásos csapatok közül 1 szatmár németiből. A versenyzők 9 emelet magasra szaladtak fel, ez itt a Bánkiban összesen 193 lépcsőfok. Természetesen felszerelésben futották a távot, ez egy körülbelül 30 kg-os plusz súlyt jelent. Való életben is bizonyos felszereléseket föl kell juttatni az égő szintre vagy afölé. Idén egy picit erősítettünk is visszatérve a gyökerekhez, 2 darab céljelű tömlőt is visznek magukkal. Természetesen a védőruházat az adott, tehát védőcsizma, védőruházat, védő sisak, illetve kesztyű, valamint légzésvédelmi berendezés, amit élesben használni kell. A táv teljesítésére nincs minimum szintidő előírva, de Leskovics Zoltán hozzátette, ha az elmúlt évek átlagait nézzük, a tűzoltók 1 perc alatt feljutnak a 9. emeletre. A győzelmet végül a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság párosa szerezte meg 50,83 század másodperces idővel.